Az endometriózis gyakorisága az elmúlt években egyre nőtt. Már a kijelenthető, hogy a termékeny korban lévő nők akár 10%-át is érintheti, így minden tizedik nőt 15 és 45 éves kor között. 2007-ben még 5-10%-os gyakoriságról beszéltek az orvosok, ez már inkább a 15%-ot közelíti. Tünetei között két fontos tényező szerepel, a fájdalmas menstruáció oka 40-60%-ban az endometriózis, és a terméketlenség 20-30%-ának hátterében is ez a betegség áll. Bélrendszeri érintettséggel a székrekedés, véres széklet és vizelet, valamint a vizelési és alhasi fájdalom is jelentkezhet tünetként. Maga az endometriózis az ugye maga a ményák, a hártya az endometriumnak a nevéből ered, hiszen a normális esetben ez a mély üregen belül megtalálható, és a mély üregen kívüli endometriumok okoznak problémát. Ez ugye lehet esetleg egy csokoládéciszta, ez még a jobbik eset, vagy pedig maga a bélrészen, hólyag részen, a hasúregi részben megtalálható. Mi a tapasztalat, hogyha az érintett betegség, ben szenvedő hölgyek találkoznak, tapasztalatot cserélnek, ha már ugye tudják, hogy mi a probléma, az előre tudja elvinni esetleg a folyamatokat. Mindenféleképpen fontos, hogy tudják, hogy nincsenek egyedül. Amíg egyedül érzi magát valaki, sokkal könnyebben lemond magáról is, illetve arról is, hogy minél előbb diagnosztizálva legyen a betegsége. Viszont, hogyha látja, hogy igen, más is ugyanebben a betegségben szenved, és végigmegy az úton, és esetleg sikerül a baba, akkor már könnyebben erőre kap, és ezek a világnapok is arra szolgálnak, hogy megmutassuk, hogy igen, nincsenek egyedül, kapnak segítséget, ez akár lehet egy érintett, lehet maga az alapítvány, vagy az orvos. Ennél a betegségnél is az lenne a legfontosabb, hogy a nők minél gyakrabban vegyenek részt szűrővizsgálatokon, főként a felsorolt tünetek esetén. Így minél korábban tudják diagnosztizálni az endometriózist. A betegség sok szempontból még mindig rejtélyesnek számít, mivel az orvosok sem tudják meghatározni a pontos kiváltó okait. Tavaly márciusban már szerveztek világnapi programot Nyíregyházán több mint 50 fő részvételével, majd augusztusban egy jótékonysági futást. Ennek a bevételéből októberben és novemberben úgynevezett tini kisokos kiadványokat osztottak ki a házi orvosoknál, a gyermekorvosoknál és gyógyszertárakban. Lényegében ez a kisokos, ez maga az endometriózisról szól, a tünetekről, hogy mit figyeljünk meg magunkon, illetve a specialistákat ajánlja, és magát az Együtt Könnyebb Női Egészségért alapítványt, hogy hol lehet esetleg segítségért hozzájuk fordulni, és milyen segítséget tudunk nyújtani. Miért nevezhető ez a tünetegyüttes, ez a betegség rejtélyesnek? A mai napig nem találják meg a kiváltó okát. És mivel a kiváltó okát nem tudják, így csak tünetileg lehet kezelni, ez lehet műtéti úton vagy gyógyszeres kezeléssel. Ebben az évben, március 7-én a Hungest Hotel Sóstóban szerveznek újabb endometriózis világnapot, ahol az érintettek mások történeteit is megismerhetik, de az alternatív gyógyászati lehetőségekkel is foglalkoznak majd, illetve orvos szakértő vendéget is meghívtak, aki a résztvevők kérdéseire is válaszol majd. Akik nem tudnak ellátogatni a programra, ők bármikor kereshetik a Női Egészségért Alapítvány munkatársait.